Sziasztok! Az edit oldallal foglalkozó második videónkban a márkerekkel, tehát az emlékeztetőkkel, a flexekkel, illetve a kommentárok hozzáadásával fogunk foglalkozni. Ezek mellett megnézzük, hogyan tudunk médiafájlokat, sávokat színezni, bemutatjuk a compound klippet, és végül megnézzük, hogyan is lehet újralinkelni médiaanyagainkat, ha annak elérési helye megváltozott. Kezdjünk is bele! Nézzük meg először, hogyan is működnek a márkerek. Márkereket nagyon egyszerű hozzáadni. A márkerek hozzáadását a következő ikonnal tudjuk megtenni. Emellett persze, ahogy látjuk, embetű segítségével is el tudjuk azokat érni. Ugye minden márkernek van színkódja, válasszuk most példakedvéért a limont. A márkereknek, tehát színkódja mellett, hogyha duplán rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy megadhatunk ezeknek nevet, hozzá egy leírást, illetve kulcsót. Ugye a márkerek alapvetően emlékeztetőül szolgálnak arra, hogyha valamilyen tennivalunk van, például a timeline-on. Ugye természetesen nem csak a timelinehoz adható hozzá, hanem hogyha vegyünk egy példát, tehát mondjuk ehhez a kliphez és ehhez a ponthoz, tehát ugye ahova a playhead mutat, akarunk hozzáadni egy márkert, ha megnyomjuk akkor tehát az M billentyűt, akkor a Playhead aktuális helyéhez ad hozzá egy markert. Na most mi, hogyha azt akarjuk, hogy ennek a klipnek, ennek a bizonyos pontjához adjon hozzá egy markert, akkor a következőképpen tehetjük meg. Nagyon egyszerűen rákattintunk a klipre, válaszunk most egy másik szint, mondjuk azt, hogy legyen red, és mint látjuk, tehát nem a timelinehoz, a timeline egy aktuális pontjához, hanem ahol a playhead van, oda adta hozzá a markert a kijelölt kliphez. Kattintsunk rá, és példaképpen adjuk meg névnek azt, hogy fényelés. Persze ez nem túl kreatív, és nem is az a lényeg itt, csak hogy demonstráljuk, hogy hogy működnek a markerek. Markert természetesen nem csak egy adott ponthoz, hanem akár tartományhoz is hozzáadhatunk. Nézzük meg, hogyan tudjuk ezt megtenni. Ebbe az esetben, most tegyük ezt egy picit odébb, Kattintsunk rá erre a markerre, nyomjuk le az ALT gombot, majd egyszerűen húzzuk ki. Tehát ez a marker a timeline-nak erre a tartományára vonatkozik. Ugye szembetűnő, hogy az adott marker, illetve annak, ha van információ tartalma, nem jelenik meg a timeline-on. Menjünk a három pontra, majd válasszuk azt, hogy Show Marker Overlays. Mint látjuk, a felső sarokba megjelent a marker, illetve a hozzá tartozó információ. A másik marker esetén ugye elneveztük fényelésnek ezt a markert, itt tehát a neve is megjelenítésre került. Markereket nem csak kliphez, idővonalhoz, de akár hozzáadhatunk a forrás is. Ehhez most a korábbiakban tanult módon váltsunk vissza Dual Viewer módra. Ugye itt most éppen egy korábbi videó van, de ez most nem lényeg. A lényeg az, hogy adjunk hozzá ehhez, a forrás egy markert. Ezt nagyon egyszerűen megtehetjük, válasszuk ki, hogy hova szeretnénk. Teljesen a példa kedvéért most ide megyünk, kattintsunk ezen a ponton egy jobb klikket, majd add marker válaszunk egy szint tetszőlegesen, és mint látjuk, hozzá is adtuk a márkert. Ugye itt a forrásnézőként most úgy volt beállítva, hogy mutassa a márkert és annak információtartalmát. Ezt persze ki is vehetjük. Na most a márkerekkel, emlékeztetőkkel ellentétben a flex, amelyet a márkerek mellett érhetünk el, illetve G gombbal, ezek alapvetően clip specifikusak. Válasszunk egy flexet. Ugye, mint látjuk, ez kimondottan a kliphez rendelte. Ugye látszik, hogy itt kimondottan csak megjegyzést tudunk hozzáadni, tehát tulajdonképpen ez egy klip specifikus jegyzet. A flexeken, illetve az emlékeztetőkön vagy markereken túl annotation vagy vagyis úgynevezett magyarázó jegyzeteket is hozzá tudunk adni klipjeinkhez. Ehhez menjünk a következő részre. Görgessük le, és itt tudjuk kiválasztani az annotation -t. Itt fent megjelent pár lehetőség, válaszunk egy szint, legyen mondjuk sárga. Ugye itt nyilakat tudunk hozzáadni, keretezni tudunk, vonalat megadni, illetve szabadkézi kijelölésre is van lehetőségünk. Tehát a példa kedvéért keretezzük be, sírjuk oda, hogy plusszat. Ez most természetesen nem a kreatív részét, kizárólag az annotation bemutatását szolgálta. Mi most ezeket a különböző annotation markereket, flegeket eltüntetjük, lényegében nem lesz rá továbbiakban szükségünk. Meg is vagyunk, most nézzünk meg egy olyan hasznos dolgot, mint a Compound Clip. Ugye Compound Clipet a következő képen fogunk tudni létrehozni. Kijelöljük most ezt a négy snittet, kicsit, tehát az Alt gomb lenyomásával kizumolunk. Csináljunk erről egy másolatot, amin keresztül tehát ezt a Compound Clipet bemutatjuk. Kattintsunk a már kijelölt részre jobb klikkel, majd azt mondjuk, hogy New Compound Clip. Elnevezzük tesztnek. És ugye látjuk, hogy tulajdonképpen egyfajta egyesítése történt ennek a négy snitnek. Ugye mire való ez? Na most ugye természetesen ilyen pici anyag esetén ennek nem igazán van létjogosultsága, de hogy megmutassuk ehhez, kattintsunk jobb klikkel, majd Open in Timeline. Tehát mint látható, most megnyitotta nekünk egy új timeline-on. Ugye az előzőekben tanult módon, most jelenítsük meg a timeline-okat, ugye tehát Timeline View Options, Stacked Timelines, kaptunk tehát egy test nevű timeline-t. Ebbe a test nevű timeline-ban található a compound clipünknek a tartalma. Ugye ez egy többsávos, összetett idővonal esetén nagyon hasznos lehet, hiszen ezt a kimondott részegységet fogjuk tudni külön módosítani. A példa kedvéért csináljunk egy változtatást rajt, menjünk vissza az eredeti timeline-ra, és most, és ezúttal meg is nézzük, hogyan tudjuk felbontani ezt a compound clipet. Ehhez jobb klikk, decompose in place, és ugye most visszaalakította nekünk az eredeti formába, de már azt a módosítást tartalmazza, amit korábban a test alatt megtettünk. És most pedig nézzük meg azt, hogy hogyan kell helyreállítani, újra linkelni egy krippet, hogyha annak az elérési helye megváltozott. Most, mivel fogtam és módosítottam az eredeti elérési helyét a médiának, így a következő fogadott engem, média offline. Hogyan tudjuk ezt helyreállítani? Ehhez kattintsunk jobb klikkel a médiára, majd mondjuk azt, hogy find in media pool. Ezzel ugye arra a helyre ugrottunk, ahol, ahova, annak idején tettük. Na most jelöljük ki mind a három anyagot. Jobb klikk. Relink. Selected clips. A példakedvéért én most átmásoltam az edzésen belül egy plusz hát mappába a húzóckodást, amit most kiválasztunk, mappaválasztás, és már vissza is kaptuk az eredeti állapotot. Nézzük meg, hogyan tudjuk átszínezni médiaanyagainkat. Ugye átszínezés alatt most még nem a kolor oldalról beszélünk, hiszen az majd egy későbbi videónak az anyaga lesz, hanem a következőről. Jelöljük ki most ezeket a klippeket, jó és egyszerűen klipporol. Tehát itt most arról van szó, hogy milyen színnel jelölje, hogy jelenjen meg a timeline-on, az adott médiaanyag. Tetszőlegesen válaszunk egyet, mondjuk azt, hogy brown, és ilyen egyszerűen át is színeztük az adott klippeket. Mindezt megtehetjük akár a média poolban is. Mondjuk azt erre a három kijelölt snitre, jobb klik, klip color, és válasszuk példaképpen az aprikátot. Ugye itt látszik, hogy amit már mi egy másik színkóddal definiáltunk korábban, azt nem bántotta, holott ugyanarról van szó lényegében. Tulajdonképpen ennyit szerettünk volna megosztani veletek ebben a videóban. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, köszönjük, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!